Zsinórban az 5. nemzetközi kupa csoportkörötök lesz. Nyilván nem ide szerettetek volna bejutni, de Európai Konferencia Liga csoportkör lett belőle. Hogy álltok most a csoportkör elé? Igen, nem ez volt a szezon előtt a terv, de ugye elég gyorsan egyértelművé vált, hogy ebből a nyárból ez a maximum, amit ki tudunk hozni. Én büszke vagyok a srácokra, hogy tényleg azután a fehérvárják elleni kiesés után így tudtunk reagálni, nagyon nehéz mentális helyzetben voltunk akkor, de sikerült felállni, talpra állni. A mérkőzésnek a fordulópontjaiból jól jöttünk ki, és nagyon sok nagy gólarányú győzelmet tudtunk aratni. Én azt gondolom, ez az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző ránk. Szerencsére most nagyon-nagyon jól nézett ki a támadójáték, szinte az összes mérkőzésen. Nagyon kreatívan játszottunk, szerintem mindenki egyénileg is jó teljesítmény nyújtott csapatként is, és egészen jól funkcionáltunk, úgyhogy teljesen megérdemelt az, hogy csoportkörbe jutottunk, úgyhogy amennyire lehet, én örülök ennek, hiszen tényleg a maximumot kihoztuk a kiesés után ebből. Ugye holnap csoport beosztást fogtok kapni, vissza szeretnétek kapni a fehérvári csapatot, hogy revansot vegyetek rajtuk? Teljesen mindegy, hogy kit kapunk, lesz három ellenfelünk, meg kell őket verni, további jutó helyen kell végezni. Az a célunk, hogy ismét megérjük a kupatavaszt, úgyhogy teljesen mindegy, hogy kiket sorsolnak mellénk, kikkel kerülünk egy csoportba. A lényeg az, hogy eredményesek legyünk. Én szeretném azt, hogyha újra olyan fantasztikus hangulatú hazai találkozóink lennének, mint ahogy az Európa Liga csoportkörében. Szerintem az mindenkinek feledhetetlen élmény és emlék, úgyhogy az a legfontosabb cél, hogy újra ilyen szép estéket szerezünk majd a szurkolóknak. Mi lehet, vagy mi lenne az az eredmény, amire azt mondnád, hogy elégedettek lennétek? A csoportban? Akár a csoportban, akár a csoporton túl. Először is nyerjünk hétvégén Zalaegerszeg ellen, azzal lennék elégedett, akkor utána ugye jön a válogatott szünet, lesz egy kis idő szuszanni, és leülepedhetnek a dolgok. Azért eléggé mozgalmas nyár van mögöttünk, legyünk őszinték. Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, legyenek jó hazai mérkőzések, sikeres hazai mérkőzések, és sikerüljön kivívni a továbbítást a csoportból. Ezzel azt gondolom, hogy elégedettek tudnánk lenni, és nyilván mellette pedig a bajnoki találkozókon gyűjtögetni kell a győzelmeket. Varga Barnabások kitérnek egy picit, mert hogy ugye ma is gólt lőtt, és a Paks ellen pedig legutóbb mesterhármast, és azután azt mondta, hogy azért ő nem nevezni ezt álomkezdésnek, de hogy jellemeznéd Varga Barnabás bemutatkozását a Fradiban, mert szenzációs szerintem. Hát várakozásaimnak megfelelően gyakorlatilag. Én onnantól kezdve, hogy a Barni ellen többször is játszottam, elég egyértelmű volt, hogy egy nagyszerű csatárról van szó, aki nem csak a góllövésben jeleskedik, hanem a mezőny munkája is kimagasló. Azt gondolom, hogy nagyon hiányzott nekünk már egy ilyen csatár, aki tényleg alázatosan a védekezésben részt tud venni, párharcokat tud nyerni, fel lehet rájátszani hosszú labdákat, megnyeri a fejpárbajait, nagyon jól készít elő emellett, és nagyon érzi a kaput, és gólra éhes, úgyhogy igazából engem nem lepett meg egyáltalán. Az biztos volt, hogy itt nálunk is sok esélye lesz majd a gólszerzésre, ugyanúgy, ahogy a Paksnál is volt ez, és szerencsére jól kezdett, itt a Fradiban is, ugyanúgy a válogatottban is, úgyhogy én bízom benne, hogy így fogja folytatni, és jövő hétre is átmenti majd a formáját.